A folytatásban pedig arról, hogy lezárta a nyomozást a rendőrség a Deák téri kettős emberölés ügyében. A brutális gyilkosság tavaly májusban történt, két fiatalokból álló társaság verekedett össze, amelynek során egy 17 éves és egy 20 éves fiú halálos sérülés szerzett. A részletek után Gál Sándor alezredessel beszélgetünk. Ezzel a 9 cm-es késsel követték el a deáktéri gyilkosságot 2020. május 22-én hajnali fél négykor, amikor két fiatalokból álló társaság verekedett össze. Az akkor 18 éves Csé Krisztián többször megszúrt két fiatalt, akik a helyszínen meghaltak. A verekedők köztük a gyilkos elmenekültek. Azonban személyleírás és ruházat alapján a rendőrök 20 percen belül elfogták őket. Híradon kérdésére a BRFK életvédelmi osztályvezetője elmondta. A gyanúsított tudatában volt tettének súlyával. A rendőrség 30 tanú és szakértő bevonásával készítette el a 3800 oldalas nyomozati anyagot. A nyomozók az emberölés ügyében, valamint a korábban történt rablás miatt összesen 6 személyel szemben javasolnak vádemelést. Az iratok megérkeztek a fővárosi főügyészségre, a főügyészség hamarosan dönt a vádemelés kérdésében. Ha a vádlottakat a bíróság bűnösnek mondja ki, a törvény szerint akár 25 év szabadságvesztésre is ítélheti őket. Igen. A stúdióban Gál Sándor, rendőr, a lezeredes. Jó reggelt kívánok, reggelt köszönöm kívánok. szépen. Ugye a Budapesti rendőr főkapcsitánsak életvédelmi osztályának vezetője. És ugye az apropója persze érthető, hogy most mérül itt nálunk a stúdióban. Azt kérdeztem öntől, de akkor ezt ismételjük át, hogy ugye általában az ilyen súlyos bűncselekményeknél az ember ugye mindig azon gondolkozik, szemlőbe kívülről az eseményeket, hogy volt-e bármi olyan a nyomozás során, ami egy kicsit, Megnehezítette ennek az ügynek a felgöngyölítését. Ugye most már az ügyészségnek át fogják adni a nyomozati anyagokat. Nem volt, hála Istennek, Voltak kamerafelvételeink, voltak tanújaink, és a bűncselekmény elkövetése után a gyors reagáló képességnek köszönhetően 20 percen belül kollégáim két helyszínen elfogták az elkövetőket mindenki, hát mindenki nem biztos, de rengetegen emlékszünk erre a bűncselekményre. Felkorbácsolta az embereknek az érzelmeit érthető módon, hiszen azért fiatal elkövetőről van szó, fiatal áldozatokról van szó. Ugye ketten haltak meg ebben a késelésben. Magáról, ami publikus, természetesen úgy kérdezem, en, magáról a gyilkosság elkövetéséről mit lehet elmondani? 2020. május 22-e óta folytattunk nyomozást hat személlyel szemben. A hat személyből Három személy lett meggyanúsítva különös kegyetlenséggel elkövetett emberül is büntet, illetve csoportosan elkövetett, rablá, felfegyverkezve elkövetett rablás büntetével, egy fő lett meggyanúsítva csoportosan felfegyverkezve elkövetett rablás büntetével, és két fő lett meggyanúsítva csoportosan elkövetett garázdasággal. Igen, ez egy nagyon brutális bűncselekmény volt. A térfigyelő kamerák felvételeit nézve az eljárás során a sokat látott kollégáim is igen, megrökönyödtek. A, a felvételen és a, a bűncselekmény lefolyása során. Azt lehet elmondani május 22-e éjszakájáról, hajnaláról, hogy két bűncselekmény történt, ami a gyanúsítottak személyéhez köthető. Először éjfél után, fél órával nem sokkal történt a Deák parkos részén egy rablás, amit a Csé Krisztián és az Iker pár, illetve egy lány követett el, egy alvó fiatal fiútól vették el a hangfalat, aztán ebből lett egy szóváltás, verekedés, és akkor itt már Csé Krisztián a sértetti kör egyik tagját arcon ütötte, illetve combon szúrta. Ezzel a bűncsetménnyel kapcsolatban nem volt meg a rendőrség. Pontosan azért nem, mert a, fej, a sértettek nem tettek feljelentést. A kollégáimnak kellett az eljárás során kinyomozni ezt a, a történetet. Nekik a kamera

Hát a, a, a gyanúsítottak tettek vallomást e tekintetben, de nem voltunk meg a sértetti körrel. Tehát kellett, meg kellett találnunk a, 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 sértetteket, illet, a sértettet, illetve az ő baráti körét. Ö, kollégáim nem kis energiát fektettek ebbe a nyomozásnak ezen szegmensébe. Illetve majd ezután, a rablás után hajnal három óra ö, körül történt a sajnálatos emberöléses történet, amikor is ö, Csé Krisztián és a zikerpár pár, akkor már a lány ebbe a csapatban nem volt benne. Észlelik, hogy a József Attila és a Herceg Primász utca sarkán egy ötfős társaság hangoskodik, löpdösödik, és akkor ebbe a konfliktusba száll be a három fiú, és kezdenek el verekedni, és aztán majd Csé Krisztián több készúrással sebesíti meg a két sértettünket, akik a helyszínen meghaltak. Amikor erről az ügyről hallottunk, meg lehetett olvasni, akkor volt egy olyan hír is ezzel kapcsolatosan, ezt tisztázzuk azért, hogy történt feljelentés a tekintetben, hogy a, a, közelben tartózkodó biztonsági öröket ugye nem hallgatta ki a rendőrség, és talán a feljelentés mögött ugye az húzódott meg, hogy itt a, az életmentés megtörténhetett volna szakszerűen, vagy részben szakszerűen, hogyha ezek a biztonsági őrök közbe, közbeavatkoznak. Igen. Az eljárás során a sért, egyik sértett hozzátartozójának jogi képviselője tett fejjelentést halálos segítségnyújtás elmulasztása miatt. Mi ezt a fejjelentést elutasítottuk. Arra tekintettel, hogy a nyomozás során beszerzett adatok, információk, kamerafelvételek visszaigazolták, hogy a már a cselekmény folyása közben értesítették a rendőrséget, mentőket, illetve az elkövetők elmenekülését követően megkezdték a téren lévő emberek a két sértett újraélesztését, egészségügyi ellátását. Alapjába véve hozzá kell még azt is tennem, hogy a két meghalt fiú igazságügyi orvos szakértői boncolása kihozta, hogy nem lehetett volna megmenteni. Olyan súlyosak a... voltak a sérülések. A, tüdő, szív, vese szúrásaik voltak, illetve artériákat vágtak el, ezek életfontosságú szervek, és olyan gyors kivérzés produkáltak, hogy, hogy nem lehetett volna meg. Említette a beszélgetésünk közben arra ez a úr, hogy néhány kollégája is, akik tapasztaltak Megrökönyödtek, ugye, a felvételek láttán. Azt nem mondom, hogy azért önök ilyet sokat látnak, mert biztos azért szerencsére nem látnak ilyet sokat, de a tapasztalásuk alapján ez megelőzhető lett volna, ez a tragédia. Nem. 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 Ö, az nem jelenti azt, hogy most van egy három-négy fős társaság, hogy azok lögdösödnek kiabálnak nyilván május, jó idő, szórakoznak, azért a Deák ilyen szempontból egy frekventár terület, nyilván az elkövetői körnek kellett volna kontrollálni önmagát, de nyilván ez, ez nehéz volt, hisz a, a személyiségük, a jellemük, a, a, a befolyásolhatóságuk, ezáltal az erkölcsi korlátaik fellazulnak, és hát ehhez még ugye társult az, hogy kábítószert is fogyasztottak. Átadták ugye a nyomozati egyet az ügyészségnek. Természetesen, hogyha majd lesz ezzel kapcsolatban bármilyen jellegű fordulat, mi azért foglalkozunk ezzel az ügyel. Egyelőre köszönjük szépen, hogy eljött ide hozzánk a stúdióba. Én köszönöm szépen.